Az álomlányokként ismert népszerű művészek többek között ezt a karácsonyi slágert is eléneklik székesfehérvári közönségüknek. A mesés estére azonban nem csak magyar, hanem angol nyelvű dalokkal, élőzenekaros kísérettel, hegedűkkel, fúvósokkal és vokalistákkal is készülnek. De magunkra húztuk, és remélem nem nagyképűen, a Dream Girls, az álomlányok nevet, így ez fémjelzi azt, hogy mi amerikai zenét, fekete zenét énekelünk nagy rész, de természetesen vannak a nagy magyar, számunkra nagyon fontos Cserháti Zsuzsa, Máté Péter, ahogy ezt eddig is megszokhatták, de most fókuszálunk az amerikai karácsonyi dalokra, nagy zenekarral, úgyhogy nagyon jó hangulata lesz. Meghitt ünnepi történetekből sem lesz hiány a színházban rendezett karácsonyi produkción. Jónás Andrea azt mondja, hogy a színpadon megjelenő tündöklő csodákat saját családi életükből, gyermekkorukból merítették a szereplők. Régi vágyam volt már, hogy egy karácsonyi koncertünk legyen, ami úgymond csak a miénk, és úgy forgathatjuk a szavakat, ahogy éppen nekünk esik jól, és hogy egy picit ezáltal még közelebb lehet kerülni magunkhoz is, egymáshoz is, és a közönséghez is. Jónás Andrea Fehér Adrienn és Csonka András ünnepi históriáját december 28-án tekinthetik meg az érdeklődők. A mesés karácsony 19 órakor kezdődik a Vörösmarty Színházban.